mindenkinek a mai előadásunkban. A professzor asszonnyal hónapok óta tervezgetjük, hogy ezt a három előadás sorozatot, amit már nyilván mindannyian láttak, hogyan is érdemes elindítani, és hogyan is kell eljutatni a szülőkhöz, pedagógusokhoz és mindannyiunkhoz, akik egy kicsit önmagunkkal szeretnénk foglalkozni, kicsit az érzéseinkkel szeretnénk foglalkozni, és egymással is valószínűleg nagyon jó lenne, hogyha lenne időnk. Így jutottunk el a mai napig, és nagyon nagy örömmel jelentettem be, hogy úgy látom, hogy van érdeklődés, és lesz folytatás. Azt reméljük, hogy ez kiüti magát, és sokan lehetünk. A szülők és a pedagógus akadémián is pontosan így várjuk az érdeklődőinket, és mostantól kezdve professzor Gabi elnöke, aki vállalta ennek az előadás sorozatnak a fővédnökségét és szakmai vezetését, átteszi a szót. Jó néhány előadást tartását. Meg jó néhány előadást, és azt hiszem, hogy feltárulni lesz ezért, úgyhogy emlőket vezet a szót. És én azt gondoltam, hogy akkor egy másfél, ahol beletél, és akkor utána pedig még beszélgetünk, kérdések, és nyilván lesz még olyan, amire szívesen szeretem. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm önöket. Nagyon jó, hogy elindul egy ilyen hármas tanfolyam egység. Nagyon szorosan összetartozónak érzem a hármat, de mégis elkülönítettük azért, mert arra gondoltunk, és pszichológiai tapasztalataim, és ugye klinikus vagyok, és igen sok emberi problémával foglalkozom, vagy a lelkibetegség szintjén is, és nagyon erős meggyőződésemé vált, és szomorú tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon megsérültünk érzelmileg. Nem tudok olyan magyar embert mondani, aki, hogyha egy picikét elkezdek beszélgetni vele életéről, gondjairól, ne tárulna föl valami olyan nehéz lelki valóság, amit olyan hűségesen próbál valahogy egyensúlyba tartani, és valahogy megpróbálja a maga eszközeivel az egyensúlyt tartani, és nagyon sokan nem tudják ezt már megtenni, és ezért azt is mondhatom, az üzenetük úgy szól, sebzett vagyok, de még nem vagyok beteg. Sebzett vagyok, de még nem vagyok beteg. És nagyon sokan már azt mondják, most már beteg vagyok, már föltartom a kezem, és nem bírom tovább. Na most ugye mindennek a kulcsa az érzelmi életnek a megsebződése. A stresszbetegségektől kezdve állapotunk, depresszió, amit ugye szorongásos zavarok. Olyan zavarok, amikkel találkozunk, mint tudjuk, hogy a szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, függési betegségek, addikciók, és a depresszió az, ami népbetegség Magyarországon. Most például már a 40-65 éves korba tartozó férfiaknál a halálozás olyan méreteket öltött, hogy a védett férfiak mozgalmat el kell indítanunk, mert olyan erőteljes a szív- és keringési zavarok előfordulása, és súlyossága, hogy belehalnak az életükbe. Na most életük derekán lévő olyan emberek, akik előtt még az élet ott volna, és elveszítjük mi nők a párjainkat, tehát lehetetlen helyzetek vannak, nem vagyunk egészséges nemzet, de én nem búsítást akarok ellenkezőnek, hanem azt igazolni, hogy éppen mert ilyen nagyon nehéz a helyzet. A serdülő fiúk körében, de a kamaszoknál általában is, de a serdülő fiúk körében megnövekedett az öngyilkosságoknak a száma, megnövekedett a drogfogyasztás. Általában már elemi iskolában is találkozunk olyan drogfogyasztási szokásokkal, ami katasztrofálisak, mert valahol ami elkezdődik, az már csak tetéződik. Tehát nekünk felelősségünk, mindnyájunknak. Felelősség, hogy az érzelmi életet, ami mindennek a kulcsa, próbáljuk meg együtt, és egyedül nem megy, egyedül nem megy. Hát ez nem csak a dalban énekelgetjük, ugye, és hogy mondjuk gyakorta, tényleg nem megy egyedül, csak olyan módon megy, hogy én is tudom, te is tudod, tudjuk. A tudatosítás óriási szerepet játszik. Tudjátok, hogy van, ha az ember valamit meg akar nézni, utazik külföldre például, fel kell, hogy hívják a figyelmét el, nehogy kihajt, menjen az a Grada Familiar Barcelonában, föltétlen néznek, stb. Stb. Ha nem tudnám, mert nem hívják fel a figyelmet, nem tanítják meg, hogy ott mit láthatok, akkor elmegyek mellette, nem veszem észre. Na most a tudás tehát, hogy tudom, hogy mire figyeljek. Tudom, hogy mit kell észrevenni. Tudom, hogy mit kell tenni. Ez a tudás olyan kincs,
ami aztán úgy épülhet be az életünkbe, hogy tudunk magunkon segíteni, self-management. Tehát ennek már külön hatalmas irodalma van, hogy az önsegítésnek, öngondoskodásnak milyen módjai vannak, és felelősek vagyunk saját magunkért. Ugye egy olyan kultúrában élünk, amelyik olyannyira nem törődik az emberi mi voltunkkal és az emberi méltóságunkkal, hogy magunknak kell kézbe venni a magunkról való gondoskodást. Self-management, öngondoskodás. Én úgyse tudok neked úgy segíteni, hogyha nem tudok saját magamon. Mert elég nevetséges volna, hogy én mondjuk szorongásos szavarokban küzdök, és valakinek, aki szorongásos szavarban szemben próbálok segíteni, ilyen nincsen. Vagyis rendbe kell hoznom saját magam, jó karban kell, hogy legyek. Egyébként is jó karban lenni, de más ölelő karban lenni. De jó karban kell ahhoz lenni, hogy az embernek legyen mit adnia a másiknak. És ugye ez a kultúra, amelyik annyira elhitekerítő, ránk parancsolja, vállalj magadért felelősséget, amit te tudsz, és magadnál tudod alkalmat, aztán tudod a másiknál is, és akkor már ketten összeszövetkezhetünk, már hárman, már többen, és minél többen tudjuk, annál inkább már képviselni tudjuk, mint a magunk igazát, érvényességét, és még egymásnak segítő akciót, érzelmek iskolája. Ma végig fogunk már a bevezetőben menni azon a folyamaton, hogy nem csak úgy magától lesz az ember érzelmileg érzőképes lény, hanem hogy mi kell ahhoz, hogy egy gazdag érzelemvilág kibontakozzon. Hogy egyáltalán ez hogy jön létre? Mert mi az, hogy érzelem? Érzelmek iskolája. Végig megyünk szépen mindazon, ami hasznunkra válik. Hogy tudjunk egymással kommunikálni például. Ugye maga a kommunikáció az most definíciót. Az információ átadás emberi jelrendszer. Ez a definíció. De a jelentés az más, az interakció. Én mondok neked valamit, és te valahogy értelmezed. Az, hogy te hogy értelmezed, abszolút a te érzelemvilágodon múlik. Hogy a te számodra az a dolog, amit én mondok, mit jelent. És a te tapasztalatod szabja meg, hogy az mit jelent. És alap dolgokat valahogy azt vettem észre, nem tudjuk, de nem tudatosítjuk. Hogy 7% a beszéd, ami útján én valamit megértetek veled, 7%. A mentális kapacitás 7%-os a jelentés leolvasásban, az okos, racionális agy. Az érzelmi agy oldalán az összes többi, ami 38% a beszéd, a hang, az intonáció, ugye a dallam, ez csak a hang minőség maga, meg a hang üzenete, 38%-ban határozza meg a jelentést. És képzeljétek, 55%-ban a nemverbális kommunikáció. És ki olvassa azt le te benned, ezt a jelentést? Mi az az apparátus, ami ezt leolvassa? Mert már az, hogy érted, hát az már csak egy ilyen, persze, érted, hogy te értenéd, de hogy ennek a megértésnek ezt a hatalmas százalék arányát a te érzelmi agyad olvasta le öntudatlanul, akarattalanul, szándéktalanul, programozott automatizmussal, és hogy olvassa le, az attól függ, hogy neked a személyes érzelmi tapasztalataid milyenek a világban. Tehát ilyen óriási a jelentősége az érzelmeknek, mivel emberek egymást sebesítjük, érzelmileg sebesítjük meg. Érzelmileg, mert amikor valaki szavakkal megvált, akkor is érzelmileg sebződünk. Vagyis érzelmileg kell nagyon kicsiszoltan, nagyon jó állapotban lennünk, és ezért van érzelmek iskolája. Igen ám, de ugye azt mondjuk, és majd ma igazán rá fogok világítani, hogy az érzelmeink, amiknek van egy tároló edénye, hogy úgy mondjam, az érzelmeink az intrauterin méhen belüli kortól kezdve a sejtekbe plantált tapasztalatokból, hogy épülnek föl, vagyis a dolog arról szól, hogyha azt akarjuk, hogy gazdag érzelemvilág, akkor a szülőknek meg kell tanítani. És én még a szülővel nem találkoztam, aki ne óhajtotta volna azt, hogy szép, okos, intelligens, érzelemgazdag és sikeres, boldog gyereke legyen. Hát mit ezt akarjuk, nem? Tehát nagyon tanulékonyak vagyunk, mint szülők. És nagyon szívesen fogadjuk, hogy elmondják nekünk, hogy te ezt vagy azt, a tudomány igazolja. És a pszichológiának ez a pozitívuma, hogy evidence-based bizonyítékokon alapuló információkat ad. Tehát felelősséget vállal azért, amit tanít és mond és amit ajánl. Na itt lett szülők iskolája. Tanítsuk már meg a szülőket is arra, amit ma tudunk. És amennyit tudunk. És ahogy csak tudjuk, próbáljuk meg átadni ezeket az ismereteket. És bízunk abban, hogy az ismereteknek van egy tovább gördülése. És az, hogyha 100 ember közül egy
igazán szívére veszi, vagyis meghallja a lelki fülével is az üzenetet, és már másképp csinálja, már mozdult a világ. Van egy olyan, ami abszolút a reménység filozófiájának az alapját képezi, ez a kaleidoszkóp effektus. Ismeritek a kaleidoszkópot? Ugye belenézel, és egy kicsit elmozdítod, és az egész minta megváltozik. Na hát, ilyen módon, csodálatosan, egy picit változtatsz valamin, de csak egy kicsikét is képzeld, az egész elkezd mozdulni, és az egész megváltozik. És ezért soha nincs reménytelen helyzet, soha nincs olyan, hogy na most már kész, most már padlón vagyok, most már ezen senki, Isten ember nem segített. Ilyen helyzet nincs a világon. Nos, hogyha mindezt, egész érzelem, kultúrát megértjük, és szülőket így megtanítjuk arra, amennyit csak tudunk. És akkor, hogyha már a szülők nem tudják átadni ezt, sokféle okból, mert nem tudják képviselni, mert nincs idő. Ebben a kultúrában, mit mondjuk azon kultúra, nincs idő semmire, nincs idő a fájdalomra, kapd meg gyorsan azt a gyógyszert, vedd meg, add csak ki a pénzt, az a lényeg, hogy csak költekezzél, vásároljál. És mi bevesszük, megesszük mindazt, amit belénk dugmálnak, megesszük. Konzum kultúra. Tehát nincs egy olyan fajta kommunikáció, amivel egymást igazán elérve tudnánk segíteni. Szóval ebben az elmagányosodott világban, ahol az embereknek valóban saját magukért kell ilyen módon felelősséget vállalni, az az ismeret, amit mi átadunk, az olyan élő segítő ismereté válhat, amit már nem tablettát kapsz be, hanem tudod, hogy mit tegyél, és egyszer valaki például egy érzelemiskolában végigben, ha nem a szüleitől tanulta, mert nem tudták átadni, mert nem értek rá, mondom, nincs idő, tehát nem értek rá, akkor még mindig van reménységünk, kihez kell fordulnunk. Hát aki neveli a gyerekünket, hát az iskolához. Ezért a harmadik ág lett ugye a pedagógusokkal való találkozás, a pedagógusok hát szívem hivatással, és nagyon-nagyon szeretem a pedagógus társaimat és az egész pedagógus kultúrát, hát nagyon sokakkal vagyok köztetek is, akik itt pedagógus társaim vagytok, sokakkal vagyok kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a mi munkánkban is a személyiségünknek az a hatása, ami a gyerekünk majd, aki tőlünk valamit tanul, nem arra fog nagymama korában emlékezni, hogy te megtanítottad a, nem tudom, Archimedes törvényére, hanem te rád. Te rád, aki szeretted, aki figyeltél rá, és itt nekünk, na megint csak érzelmi csatornán vagyunk, tehát érzelmek iskolája, szülőknek az okosítása, pedagógus társakkal szövetkezés, hogy csináljuk, hogy ha már a szülő nem teszi, akkor mi mit tegyünk. Ez nekünk tulajdonképpen ezzel a hármas rendszerű tanfolyamban a célunk. És akkor a mai, hát szellemi útunkon valóban úgy indulhatunk el, hogy nézzük meg, hogy akkor valójában lelki egyensúly, ugye erről volt szó a címben, és az öngondoskodás, lelki egyensúly, az, amikor az egyensúly szót halljuk, akkor valahogy egy mérleget is el tudunk képzelni, az egyensúly, valami kiegyenlítettség. Mit is jelent, hogy bennünk ilyen kiegyenlítettség van? És akkor most a legegyszerűbb és a legvilágosabb utat követjük, hogy megyünk csak szépen befelénk. Szóval hol van bennünk egyensúly, miben, hogyan? És akkor három világot tudok mindjárt elétek állítani. Az egyik világ, ami bal agyféltekénk a racionális agyunk, bal agyfélteke, amely a világgal való kapcsolatot tartja, az a dolga. Bennünk a három rendszernek, mind a háromnak, amiről szó lesz, mert van a maga saját külön feladata. Kinyitom a szemem, éber vagyok. Veled kapcsolatba tudok kerülni, kommunikálok. Beszélni tudok, te megértesz engem. Vagyis ez a szint, ami a kapcsolatoknak a szintje, az életünknek, az együttműködő szintje, hogy fogalmaim vannak a világról, hogy el tudom mondani, amit akarok. Ez mind valahogy féltekei tevékenység. Éber tudat, nyitott szem és a világra kifele figyelés. Ez a dolga a valahogy féltekének. A valahogy félteke? Hát a fejlődésben tudjátok már, mikor kezdem igazán jól beüzemelni, hogy így mondjam. Amikor gyerekeink iskolába mennek, meg a iskola érettségvizsgálat, hogy már tud-e ugye olyan módon gondolkodni, meg már tud-e olyan szinten érette, iskola érette, azt mondjuk. Hát képzeljétek el az első 6 évben, csak cseperedik az egész idegrendszer, hogy oda elkerüljön, hogy a bal agyfélteke ez a világgal kapcsolatot tartó, fogalmakon gondolkodó, racionális,
okokozati kapcsolatok, világ, működés törvények és így tovább. Tehát ugye itt a tér, az időszerűtések, időtudat, a csarka, valahogy féltekének van. Az, hogy én tudom, hogy ma hanyadika, ugye szokták azt részint gyerekeknél, de óra, tudjátok, a kis 6 éves. Na, tudod hány óra van, és az már egy iskola érettségi jegy, mert már balatvértekés funkció, hogy tudja az időt, hogy most 3 óra van, meg büszkén számolhat az én 6 éves unokám is, még ugyan csúszik egy évet az iskolával, de már mondja, már ő menne iskolába, mert ő már tudám számolni, és akkor büszkén elszámol. Tehát már a balatvérteke működik. Tud számolni, írni, olvasni, gondolkodni, és itt ez az, amit 6 éves korunktól kezdve agyon tömünk a világról való ismerettel, agyon tömünk. Ezt most egy kicsit úgy is mondom, hogy talán olyan, hogy kényszer tömés, mint nagyanyám tömte a libákat, kacsákat annak idején, hogy hagy hízol jó nagyra. Föl is hízlaljuk annyira a valagyféltekinket, telerakjuk a világról annyi ismerettel, ami már még nem is szükséges annyira, mint én, és akkor ugyanakkor meg, ami ez alatt van, és most menjünk át a balagyvérteke felől a jobbagyvértekére. A jobbagyvérteke, ami az érzelmi agyunk. Az érzelmi életünket irányító, legfőbb olyan működési egység, ami a balagyvértekével olyan kapcsolatban van, korpuszkallózum, egy ilyen kékesfest nevű dolog, összeköti, mint a átjáró pálya. Mikor látogat át az érzelmi agyunk, és mikor kerül valamilyen viszonyba az okos agyunkkal. Na most képzeljük el, milyen érdekes ez, hogy valóban nálatok férfiaknál a balagyférteke az, ami sokkal fejlettebb. Racionális. Ugye a ti egész beállítottságotok is ilyen, mi tudjuk. Nem szeretitek azt a sok beszédet, vagy nem a magyar, mert egyszerűen, röviden, meg mit ezek az érzelmek, hogy ugye mind tudjuk, a bal agyféltekei dominancia azt jelenti, és ez a maszkulin agy képessége, és ilyenek vagytok, és ez akkor maszkulin egy igazi agyműködés, hogy valóban, mint ahogy tudjátok, és mi hányszor bánkódunk, miért napot elfelejti, születés napot elfelejti. Mert egy racionális ember is azt mondja, hogy már bocsánat, nem ezen múlik, hogy szeretlek-e, hanem azt mondja, hogy dolgozom, nem iszom, nem dohányzom, nem tudom, én hazadom a pénzt, és hát akkor még mit akarsz. Szóval ugye nehezen fejez ki érzelmet. Miért? Mert a balagyférteke nem egy érzelmi agy, azt nem tud érzelmi befélezni. Az hideg, okos, jól le tudja a dolgokat rendezni, az a világban tudja a dolgoknak azt a fajta okokozati viszonyát, és az a tudós agyunk. Tehát a férfinál a balagyférteke az, ami domináns. Bánkódunk is sokat emiatt. Nem mi meg azt szeretnénk, mert mi meg jobb agyférteke, dominánsabb, érzelmi agy, természetes. Nekünk az a dolgunk, hogy a család fészek melegét megteremtsük, hogy mi érzelmeket sugározzunk, így vagyunk teremtve. Azt mondja a pszichológia, nembeli lényeg, a nő nembeli lényege, hogy az ő érzelmi agya intenzívebben működik, és ezért például nekünk mindenben, ami érzelem, sokkal nagyobb a befogadó képességünk is, az empátiás készségünk sokkal magasabb, mint a férfi empátiás készsége. Igen, de hát ránk van bízva azért közvetlenebbül a gyerek érzelmi nevelése, tulajdonképpen kihordás, megszülés, táplálás, fölnevelés, az első életévekben abszolút mi vagyunk a leg jelentősebb letéteményesei a gyerek életének, rajtunk múlik. Tehát ugye az az időszak, amíg az érzelmi agy dominál az agyfejlődésben, úgy körülbelül 6 éves korig addig, rettentő nagy az érzelmi nevelésnek a jelentősége, egyáltalán az érzelmi folyamatoknak, amivel cseperedik a gyermeknek az érzelmi agya is, és amivel tulajdonképpen befogadja a világot, és lesz egy érzelemtár, lesz egy tapasztalati tár. És hát ugye a szomorú az ebben, ami érzelmi agyunkban, de férfiaknál is a jobb agyféltete, mint érzelmi agy működik, hogy sajnos fogalma sincs az időről. Hogy olyan módon szabad tér időben, szabad a fantázia folyamatok, mind a jobb agyféltekéhez köthető. Mint ahogy a gyerek ugye fabulál, mesél mindenfélét, hogy mi a valóság, meg mi a képzelet, hát az teljesen elegyül még 6 éves kor alatt, hogy 3-5 éves kor a mese világa, a játék birodalma, játszani, a dolgokat megismerni, kapcsolatba hozni egymással, hogy ez a forma. Na most gondoljátok csak el, hogy a jobb agyféltekel, amelyik
csak képileg gondolkodik. Egy más világot képzeljünk el, és nekünk nagyon fontos, hogy ezt elképzeljük azért, mert ha nem tudjuk fölfogni, hogy a jobb agyféltekénk egy más világ, az a világ, amiben a dolgoknak nem annyira érdekes, hogy mi a neve, hát tudjuk, hogy nem annyira érdekes, de beszélni nem tud a jobb agyfélteke, mert a bal agyféltekében van a beszédközpont. Beszélni nem tud a jobb agyfélteke önmagában, de tud mindenről képet alkotni. Egy kép maga sose csak magánvaló kép, hanem egy jelentés, érzelmi jelentés. Ha most azt kérdezném tőletek, mit jelent neked egy szál tulipán? Mindenkinek a saját, el tudod képzni egyből, persze egyből elképzik. Ráadásul leggyakoribb, hogy piros tulipán képzelünk, mert a kultúránk ugye ilyen. Az a piros tulipán mindenkiben eszébe juttatja azonnal az ő összes ezzel kapcsolatos emlékét, élményét, hol látta, milyen volt. Vagyis van egy tulipán fogalom itt a balatféltekében, mert az érti, hogy mi az. De a jelentése, hogy az mit jelent pontosan, a kép maga számít. A kép, aminek érzelmi tartalmai vannak. Egy kép, amit most vissza kell mennünk egy kis létünk kezdetére. Hát gondoljátok már 2,5 éves korunkig, valójában hogy veszük magunkba a világot? Hát hogy? Anyatejjel. Jaj, de finom ez az orális dolog, hogy ugye kapjuk a finom tejecskét, és hogy vele az ölelést is a szeretetet. És szabályosan benyeljük a szeretet képességet, ez a kötődés maga. Tehát kötődni, szeretni, ragaszkodni, valakihez vonzódni, és valaki karjában jól érezni magunkat, annak az alapmintáját a sejtekbe beírt memóriában, a sejtjeidbe be van írva az, amit te ott átéltél, szinte a testi sejtekbe beírt memóriaként létezik. A testi sejtjeid emlékeznek. Megsimogat valaki és átölel, és abban az ölelésben benne van annak az emléke is, amit a testet sejtjei éreztek akkor, mikor először ölelt meg édesanyám. Miért? Mert képzétek el ez, amit minden, hát nincs időfogalma, hát nem lehet a memóriába, érzelmi memóriába szépen egymást követően sorrendbe betenni a dolgokat. Nem sorrendbe vannak berakva a dolgok, hanem egy olyan tároló rendszer az érzelmi memória, hogy valami történik veled, akkor az érzelmi memóriába egy hálózatnak egy bizonyos pontjára kerül. Valami hasonló történik veled, akkor az ugyanoda kerül. A hasonlóság ilyenben, úgy mondjuk analógiás. Ez éppen olyan nekem ez a helyzet, mintha, és a hasonlító gondolkodás lép életbe, vagyis egy-egy képben, vagy valami, ami egy élmény, aminek van egy konkrét, minden érzékszervi csatornán leírható jellege, mert hogy valami élmény. Hát mitől élmény? Átélés, aminek van látványa, van hangja, van illata, íze, szépsége, vagyis mindaz, ami az életben a sava borsa annak, ahogy átél, ahogy érzed magad. Ezek mind érzelmi tartalmak, és az érzelmi tartalmak, érzelmi jelentések úgy íródnak le, mint látvány, hang, az összes érzékszervi csatorna, hogy látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés. Ezen a nyelven egy élmény a maga képi gazdagságával mindent magába foglal, ami akkor történt veled, mikor az az esemény volt. Például, amikor édesanyád a legkorka voltál és elmentél az állatkertbe, jaj, elvesztél, aztán úgy kerestek téged. És akkor te sírtál, és van egy élmény, ez egy élménycsomag. Ennek minden egyes összetevője olyan, ami a te érzelmi memóriádba úgy van bekötve, hogy el tudtok képzelni egy marionettet? Ugye? Itt a marionett. Itt van a kép maga a történés, hogy mi történik veled. És ami történik, hol érzed, hogy történik? A testedbe érzed, a sejtjeidbe. Vagyis miközben a jobb agyfélteke jobb kezed kellene, ugye emelne, miközben a jobb, tehát hogy a jobb agyféltekében az érzelmi élmény, az a látvány, az, amit te átérsz, lezajlik, ez az érzelem összességben, érzetekre fűződve van a sejtjeid szintjére leparancsolva, ahol te átéled érzed. Meg honnan tudod például, hogy szorongsz? Na honnan tudod? De tudod? Mi üzeni neked, hogy szorongsz? Például összeszorul a gyomor, nem?
Vagy például a torkod összeszorul, igaz? Vagyis te azt mondod, szorogsz, ez egy állapot. Ez a jobb agyféltekei érzés, maga az érzés. De az érzés érzetekből fog összeállni, olyan érzetekből, amit a testet különböző pontjain érzel. Mikor az ember azt mondja, boldog vagyok. Na mondjad rá is, honnan tudod? Hát persze, hogy tudom. Hát azt mondjuk, jó, természetes. Igen, de a testet millió ponton érzi, üzeni azt. Ellazulnak az izmaid, mosolyogsz, jól érzed magad úgy a világban, hogy a testedben érzed ezt a jót. Vagyis, hogy el tudjátok képzelni, hogy van egy olyan érzelmi felépítmény, ahogyan az érzelmi életünk kialakul, hogy mikor még nem tudunk beszélni, mikor még nem tudunk igazán megértető kapcsolatba kerülni a világgal, közben olyan szépen beléljük mindazt, amilyen a világ. Ő a fiam császár Zsolt megérkezett, hozott Isten, nagyon jó, hogy értél. Tehát a világot úgy vesszük magunkba, hogy nincs még neve a dolgoknak. És nem is annyira nagyon fontos még a név kezdetben. Már hozzátanuljuk természetesen, mert hát ugye beszélnek hozzánk, és akkor mondják, meg nem, néven neveznek bennünket. De gondoljátok el, hogy 2,5 évesek vagyunk nagyjából, mire oda egyáltalán eljutunk, hogy kimondjuk a saját keresztnevünket, és nem azt mondjuk, hogy ne úgy nevezzük magunkat, hogy a Fistike, a nem tudom ki, mint ahogy mások minket. Tehát, hogy egyáltalán öntudatra ébredünk. Addig meg csak megybe-megybe a tárba mindaz, ami velünk történt. Egy Kendall nevű neurobiológus, aki Nobel-díjat kapott, rámutatott arra, hogy sejtmemória van, a te összes parányisedet milliárdi sejt van, és hal meg, és adja át az információt a megújult sejteknek, és állandóan megújul a szervezet. És gondolod, de minden sejtet, mindent nem csak sejt, hanem tud a nagy egészről. Ő igazolta a holográfikus memória létezését. A hologram, ami egy magyar kutatónak, Gábor Dénesnek adta a találmánya, azt igazolta, hogy mint ahogy a tenger egy cseppjében, a tenger összes tulajdonsága benne van, úgy egyetlen sejtetben a nagy egészről való tudás sűrítménye benne van. Most képzeld el, hogy még édesanyád szíve alatt vagy, mint fejlődő kis magzat. És ami veled ott zsigeri, vegetatív dolog történt, az a te sejtjeid memóriájába be van írva. És most nem akarok ilyen rémületeseket mondani, de sajnos igaz, mert igazolta a tudomány, hogy ahogy te ott benne érezted magad, nagyon befolyásolni fogja, amikor te leszel anyuka, és te hordod a szíved alatt a saját gyerekedet, hogy majd hogyan fogsz viszonyulni ahhoz a picike babához, akit te a testedből nevelsz föl. Befolyásoló, amikor neked ott benn rossz dolgod volt, valami okból, ne adja ég, hogy így lett légyen, de ha így volt véletlenül, akkor ez befolyásolni fogja a te anyai viselkedésedet, és nem fogsz róla tudni. Én azt mondom, tudattalan, öntudatlan. De mi az a tudattalan? És ezt, ha egyszer megértjük, hogy 2,5 éves korunk körülbelül, 2,5 éves korunk alap, ami veled történt, minden be van írva a te sejtjeid memória könyvébe, minden be van írva a te szervezetedbe, mindent tud a tested, és tudsz úgy, hogy öntudatlanul. Hogy működik az a memória, aminek nincs neve? Hát onnan tudjuk, hogy valami tudatos, el tudjuk mondani. Tudatára ébredünk, néven tudjuk nevezni. Ami nem nevezhető néven, de veled megtörtént, és ott van a te memória tárodba, ott van a sejtjeid emlékezetébe, ott van a szívkoszorú ereidnek a sejtjeibe, vagy elmondom, mert azt is tudjuk most már. Már egy Candice Pert nevű kutató már azt is bebizonyította nekünk, hogy hogy van az érzelem molekulákról beszél. Hogy hogyan lehet az, hogy különböző érzelmeink, hát tudjuk, hogy vannak, de hogy hogy lehet az, hogy a sejtekbe beíródik, és hogy egy érzelemnek az emléke, egy átélésnek az emléke, például valakivel összeharagudtál, jól összevesztél, és akkor egy lelki állapotot átértél, haragudtál, sírtál, kétségbe estél, és ittál. Minden egyes érzelmi állapotnak képzeljétek el, Pert azt igazolta, megvan a biokémiai koktélja. El tudjátok érzelni? Na, itt van egy, mondjuk 10 fajta vegyület, és akkor egy érzelem, az mondjuk az 1-es, 3-as, 4-es koktél bizonyos arányaiból, kémiai anyagokból, hormonokból és peptidekből. Nem akarom bonyolítani a dolgot, de ligándoknak nevezi a tudomány, peptidek és hormonok, a hormon maga is peptid természetű. Tehát sajátos ilyen kémiai vegyületek azok, amelyek össze
kerülnek össze, rázom, most ezt így csak én metaforikusan tudom jelölni. Minden egyes érzelemnek megvan a koktélszabálya. Hogy miféle hormonokból, peptidekből van összekutyulva, összeelegyedve, és ilyen érzelem, minden érzelemnek megvan a maga a koktél szabálya, hogy mi mindenből áll, és az is megvan, el tudjátok képzelni, minden sejtünk, ahogy csak van a testünkben, úgynevezett jelölt sejt, ez azt jelenti, hogy föl van osztva, föl van parcellázva a testünk, hogy bizonyos érzelemkoktélok, bizonyos érzelemnek, amit átélünk, megfeleltethető koktélnek, hol van a testünkben a fogadó helye. Na mondjuk példát mondanék. Az ellenségesség. Az ellenségességnek a hormonkoktélja, ligandja, a kedvenc fogadóhely, első számú fogadóhely a szívkoszorú erei. Oda áramlik, és ott van a fogadóhely. Hogy keletkezik egy átérzés? Tehát mikor úgy érzed azt a bizonyos dolgot, hogy például szorongsz, vagy dühös vagy, vagy ilyesmi, hogy keletkezik az? Amikor értéket az az inger, és valami kiváltódik, aminek van egy idegrendszeri útja is, például a stressz szabály, tudjátok, hogy a stressz. De most nem akarok a stressz részleteibe menni, az érzelmeknél szeretnék maradni. Az a lényeg, hogy akkor rögtön ez a bizonyos előáll, ez a koktél összeáll, ami az adott érzelemnek megfeleltethető. Már áramlik is le oda, ahol a fogadó sejtek vannak, a jelölt sejtek, amik őt majd fogadni fogják. Mikor odaér a megfelelő sejtekhez, ne higgyétek, hogy rögtön na bezuhan, és akkor rendben. Nem. Egy különös dolog történik. Először, hogy jó helyen jár, már így mondom, ilyen kicsit metaforikusan, először is még egy kicsit elkezd rezgő jelzéseket adni a sejtnek, amelyik arra van rendelve, hogy őt befogadja. És amikor a sejt visszarezeg ugyanolyan rezgésszámon, és összhangba kerül a rezgésszám, a kívülről jelzett és a sejt, hogy itt vagy, jó helyen vagy, akkor megnyílik a sejt, befogadja ezt az érzelemkoktélt, ezt a bizonyos biokémiai érzelemmolekulát, és akkor elönt az érzés. Na, így érzünk. Tehát még ezt az utat is ismerjük, hogy az érzelem hogyan csodál, ugye csodálatos? Na most csak zárójelet nyitok, mert majd erről sokat fogunk beszélni, mert azt mondta, az érzelmeink betegítenek meg minket, testileg, lelkileg, kapcsolatilag, a érzelmekben sérülünk. Egész döbbenetes, ha meggondoljátok, és majd erről beszélni fogunk, amikor a megbocsátás gyógymódról lesz szó, hogy például a hordozott düh és harag, mikor túl sok önt eltéged, jönnek és keresik a fogadó sejteket, hogy ugye befogadja a sejt, és földolgozz, és átéld azt az érzést. El tudjátok képzelni, mikor árvíz van? Túl sok jött, túl sok. Nem tudja befogadni a sejt, és az érzelem koktélnak a molekulái szépen úgy, mint mikor árvíz után a parton lerakódása, lerakódik a sejtfalon. Egyszer, kétszer, lehet, hogy egyszer nagy esemény hatására nagy árvíz volt, ott van azokon a sejteken, mert a sejtek falai már nem tudnak ugyanolyan módon működni, nem olyan átteresztő ezt a bizonyos folyamatot, hogy befogadni az újabb hormon érkezést, már nem tudják úgy tenni. Elkezdenek károsodni a sejtek. És a döbbenetes betegségeknél a leghatározottabban igazolta a tudomány, és biokémiai szinten, tehát megfeleveszhetetlenül a evidence-based bizonyítékokon alapuló kutatás szintjén, hogy olyan lerakódások, olyan sejtkárosodások történnek, hogy például te hordozod egy haragot magadban, nem bocsátottad meg, nem engedted, hogy egy bizonyos szervezeti öntisztuló, mert van ilyen, ugyanúgy öntisztuló folyamat. Amikor te dolgozol lelkileg valamin, gondoljál már a marionettre, dolgozol egy érzelemmel, érzelmi átélés szintjén, és azt mozgatod, kaleidoszkóp effektus, gondoljatok rá, mozgatod, akkor a mélyben elmozdulások marionett. Elkezdem mozgatni, fölszabadítod, kitakarítod. Van mentális higiéni, a szó szoros értelmében van lelki takarítás. De most a zárójelet bezárom, mert majd ezekkel sokat fogunk foglalkozni együtt, és végig gondoljuk, hogy ez hogy történik, azért miért is? Azért, hogy egészségesek maradjunk. Azért, hogy érzelmileg jó állapotba kerüljünk. Azért, hogy ne sérüljünk, és ne betegedjünk bele abba, hogy élünk. Mert hogy daganatos betegségek gondolt el,
Hát van olyan tapasztalatom, milyen megbocsátás lelki gyakorlatokat viszek, hát ugye olyanoknak is, akik nem vallásosak, vagy nem, nincsenek benne valamilyen hát spirituális gyakorlatban, szüksége van ilyen lelki nagy takarítás. Tehát döbbenetes dolgok történnek. Hogy egy példát megengedtek, hogy legalább egy példát hogy mondjak el. Hogy egy orvosnő például, aki egy ilyen folyamatot tapasztalni, eljött egy ilyen megbocsátás lelki gyakorlatra, a pszichiáter, hogy majd ő is alkalmazza a betegeinél, ebbe a keresésbe, hogy mi az, amit ő magába hordoz, ami megbetegítő, mert ennek van egy földerítési folyamata. Most ezt nem mondom el, hogyan, hát ez maga a folyamat, földerítjük, hogy hol van olyan, ami téged ott van, ott pusztít téged, és hogy megbetegszel, hogyha sokat hordozod még. És akkor ugye ez jelentkezik, természetesen, mert tudjuk a megszólítási útját, hogy jöjjünk rá. Ha most te azt mondod, hogy én tudom, kire haragszom, tudom, hogy kivel vagyok rosszban, tudom, hogy kire vagyok dühös, de olyanok az eltemetettek a veszélyesek, amiket elfelejtettél, vagy már nem gondolsz rá, valamikor történt, és szépen eltemetett. Azt mondja a pszichológus, hogy enkapszulálódik, tudjátok így, mint a kriptába, bezáródik, és ott van len, ott csinálja a zűrt benned a szervezetben, és tudatos kapcsolatod, mert el van vágva, már nincsen vele, hanem csak ott csinálja a bajokat benned a szervezetedben. Na, ez az orvosnő például találkozott egy olyan életében emlékével, amikor 5 éves kor körüli volt, és költöztek éppen, neki születésnapja volt, és kapott egy babát. És a kis testvére kérte, hogy add már oda azt a babát, mert én is szeretnék játszani, mert mondták, én nekem volt születésnapom, ez az én babám, nem adta oda. Kis testvére kifutott az utcára, és elütötte egy autó, meghalt. És ez az esemény jött fölszínre, mint egy ilyen hordozott megbetegítő tényező, amit is, hát ugye az a gyerek, gondoljátok el, hordozta azt a tudatot, öntudatlanul, szépen, hogy már nem is tudta, hogy bele van égve a sejtjeibe az, hogy ő okozta a testvére halálát. És ennek a bűntudatnak a hordozása egy olyan betegsége volt, egy pszichoszomatikus betegség, amit ő maga orvosolt, hogy szedte be rá a gyógyszert, mind ismeritek egy csomó ilyen van, a migrén, a vastagbélgyulladás, sok ilyen, ahol konkrétan betegségi tünetek vannak. Ennek a nőnek a pszichoszomatikus tünete ezután elmúlt, ennek az orvosnőnek. Soha többé nem kellett gyógyszert szednie arra a bajra. Tehát mind egy migrénje volt ez, most teljesen lényegtelen, hogy mi, mert a betegség maga, ami mint egy emlékeztető, már nem maradt más az egészből, mint egy emlékeztető. A maga a betegség, ami jelezte, hogy valami nagy baj van. Most csak egy példát mondtam, de talán bevilágító, és el tudjátok ezt képzelni, hogy mennyire fontos, hogy megértsük, hogy hogy működik bennünk az érzelem világ. És akkor most egy kicsit ahhoz, hogy azt mondtam, valahogy félteke, megvan a maga dolga a világgal. De a jobb, hogy félteke még ráadásul nem is szeret kifele tekingetni, csak mindig, mint anyuka a gyerekére, ez a női agy, állandóan a testre figyel. Állandóan azzal törődik, és mi van oda benn? Ezért, mert nem szeret kifele figyelni, ezért szereti, hogyha a figyelem megy befelé. Módosult tudatállapotnak nevezzük, hogy az éberségre jellemző béta hullám tevékenység, hogy éber vagyok, és van egy élénkségi szintje az agyamnak, az agykéregnek. Az agykéreg élénkségi szintjét, ha egy kicsit próbáljuk az irányba vinni, hogy elkezdünk csak úgy magunkba figyelni. 30 másodperc, hogy magunkra figyelünk, nem kifele, már kezdi kialakítani a béta hullám tevékenység lassulását, alfa, téta. Hát alfa állapotnak szokás már a magyar kultúrában tudjátok nevezni, de ez alfa, téta hullám tevékenység. Tehát átmegy egy másfajta agyi éberségi szintre, ezt úgy nevezzük szaknyelven relaxált éberség. Nehogy már valaki hipnózisra gondoljon, ez nem az. Ez relaxált éberség, amikor a tudat elkezd befele figyelni. És akkor nem kifelé, nem nyitott szem, hanem vagy behunyt szem, vagy ilyen elmerengés. Arról tudod, hogy mi a jobb vagy féltéke aktív állapot, ha voltál már olyanban, hogy mondjuk ültél a buszon vagy villamos, és úgy elbombultál, elmerengtél. Voltál már így? Hogy lukat nézünk a levegőbe. Vagy hogy ezzel terészünk, látunk, de nem látunk igazán. Mert benn vagyunk, mert ilyenkor benn van a lelki szemlát, tehát figyelünk, és ilyenkor a belső folyamatokkal van elfoglalva a jobb agyfélteke.
Mert a jobb agy félteke, amelyik marionettesen mozgatja a szerveket, a szervezetet, és ami küldi le a hormonkoktélokat, és a szervezet sejtjei pedig abszolút, képzétek el, nem tudja nem tenni, amit üzen az érzelmi agy. Hát automata. Nem tudja nem tenni. Fölülről vezérel. Áradnak le hormonok. Valamit ott tenni kell, működik. És hatalmas automatizmusok működnek a szervezetben. És mindez öntudatlan, tudattalan, szándéktalan, és olyan módon programozódott, Az, hogy programozás, azt mindjárt tudjuk, hogy megvan az a fajta mód, ahogyan a dolgok történnek, és nem kell hozzá semmi más, mint hogy megvan a megfelelő szoftver. Tehát rengeteg olyan szoftver van, aminek, mint program, bennünk automatikusan működik. És hogyha most oda megyünk, hogy azt mondjuk, érzelmi élet. Hát ha biokémiailag értjük, hogy hogy szerveződik az érzelem. Ha tudjuk, hogy az érzelmi élet megalapozása a sejtekben írt átélésekből szövődik össze különleges módon. Ha megértjük azt, hogy a preverbális beszédképesség előtti korban töltjük föl azt a tárat, amiben az élményeknek, az átéléseknek megvan minden vonása. Látod, hallod, szagolod, tapintod, átérzed, minden érzékszervi csatornán befogadod, csak neve nincsen. De ott van a jobb agyféltekében, és a jobb agyfélteke memória hálózatában hatalmas erővel működik benned. És ha meggondoljuk, hogy még képtelenség volna tudatosnak lenni ennek, azáltal tudattalan, hogy sose volt neve, és később se adsz neki nevet, csak akkor, és majd ez a pszichoterápia dolga, ha visszamegyünk abba a tudattalan birodalomba, ahol már a te felnőtt okos agyad előhívhatja a hajdani név nélküli emlékeket. De most már nem menjünk, elcsápulok, mint egy kicsit tudjátok a klinikum meg a terápia felé, ez érthető, hát ez a szakmám. De most, ha az érzelmi szerveződésről van szó, akkor ugye nekem ma az a feladatom, hogy lelki egyensúly a téma, hogy azt valahogyan világossá tegyem, hogy a lelki egyensúly olyas valami, amivel a férfi agyunk, meg a női agy, mint a férj és a feleség, úgy kell, hogy ezen a bizonyos kommunikációs hídon édes szeretetben tudjanak egymással tárgyalni, és ne mondjon mást a feleség agy, és ne dobja be a török között a feleség agy, hogy azt mondja, nem kell nekem ez a vide okos foci. És akkor ugye az van, amit a nő akar, az érzelmi agy akar, sajnos, mert hiába mondja az okos agy, hogy te, de így, úgy, mikor már szervek, sejtek szintjén ott vannak a tünetek, a bajok, mert az érzelmi agy mást gondol, mást akar. Lelki egyensúly azt jelenti, hogy érzelmileg, értelmileg és egész testemben, egész lényemben egy cél irányába megyek, egyet értek a helyzettel, egyet értek azzal, ami történik, kongruens, ki egymást megerősítő és kiegyenlítő mindkét fél. De az érzelmi agynak a töltései mind a nagyon korai életszakasznak a nagyon meghatározó, mély, kitörölhetetlen benyomásaiból, érzelmi emlékeiből egy hatalmas tárat képeznek. El tudtok képzelni egy olyan hatalmas tároló evény, amiben anélkül, hogy meg tudnánk nevezni, mi potyog bele, rengeteg minden belemegy. És az mind, ami benne van, az mind befolyásoló lesz majd, csak nem tudod néven nevezni. Csak annak az eredményét érzed már meg, hogy befolyásolt. És hogyha ezt a beszéd előtti kornak ez a tárföltöltő folyamata milyen jelentős, azt rögtön tudom nektek igazolni azzal, hogy ugye aki itt ül, mindenki tudja, hogy empátia az micsoda, beleélő képesség, beleérző képesség. Azt mondjuk, hogy beleéled magad a másik lelki állapotába. Átéled azt, amit ő átél, és megérted, hogy mi van vele. Na most akkor szeretném elmondani ilyen bal jobb agyféltek és összefüggésbe, hogy hogy van ez az egész. Hát úgy van, hogy az agyunkba, az érzelmi agyba persze, vannak úgynevezett tükörneuronok, kis tükröcskéket képzeljen. Látlak téged, és te az én tükrömben úgy, így, ahogy vagy, ugye a nemverbális kommunikáció jelentés meghatározó szerepére gondolt 55%. Szóval te így ülsz ott be szépen. Na most mit csinál az én agyam?
mint egy iszonyú sebességű kompjúter, belemerül ebbe a hatalmas tárba, amibe az én összes emlékem, kép, élmény ott van, megkeresi azt, ami hasonló ehhez, rögtön odaállítja mellé, aha, akkor hogy éreztem? Mikor én ilyen helyzetben voltam? Akkor mi is volt? Már meg is van az érzelmi üzenet, de nem tudnám elmondani, és nem tudnám igazán veled a kapcsolatot tudatosítani, mert nem tudnám megmondani, hogy például most te nagyon figyelsz. Nem tudnám megmondani akkor, hogyha nem volna erre gyártott külön pálya, úgy nevezzük frontal, limbikus pálya, frontális, tudatos agy, és a limbikus rendszer érzelmi agy, direkt külön pályarendszer keletkezett arra, hogy mikor az érzelmi agyba belemerülő kép, ugye eléggé követhető, nagyon érdekes, ami történt. Letükrözöm, megkeresi a iszonyú sebességű a kompjúter munkája. Ezt nem lehet modellezni. Mesterséges intelligencia se tudja ezt. Mert iszonyú rengeteg az emlék, ami ott van benn. Kisgyerekkorodban nem emlékszel rá tudatosan, azt mondjuk nem emlékszel, megnevezni nem tudod. De ott van benn, és azt ekesztette, igen, és akkor megvan, jó, és akkor az, hogy megneveztetem, az tulajdonképpen, mint mikor horgászunk és kiemeljük, szóval megvan. A jobb agyvérteke átcsüszeni a frontolimbikus pályának. Okos agyamnak, hoppá, rákerül a címke, a név, hogy miről van, és meg tudom nevezni. És így működik, ezért mondjuk, hogy amikor hivatalosan tanítjuk az empátiát, mondjuk az empátiára két szakasza van, az emocionális fázis és a tudatosítási fázis. Vagyis emocionális fázis, mikor letükrözöm, tükrömben ott vagy, megkeresem a hasonlót, megérti az érzelmi agyam, és megüzeni az okosnak, az okos meg szépen elmondja, erről és erről van szó. És így működik. Na most akkor elgondolhatjátok, hogy mikor mi érzelmi nevelésről beszélünk, akkor nyilvánvaló mi kell ehhez, hogy abba a hatalmas tárba rengeteg tapasztalat és élmény legyen. Igaz? Rengeteg. Mert akinek például a tapasztalat anyaga olyan, és egy példát mondanék, hogy akkor, amikor például azt látom, hogy valaki felemeli így a kezét, na akkor ő belemegy a saját tapasztalati tárába, csak az, hogy akkor, mikor engem vernek laposra. Akkor emeli föl valaki így a kezét. Mit talál? Fals, tehát a leolvasása hamis. Mert az ő tárában olyan, amiben megmerítkezik és az egyeztetés történik. Mondjuk egy mozdulatra, hogy fölemelem a kezem és így haladok feléd. És ő akkor mit csinál? Tükörneuron, letükrözi, belemegy a saját tárába, de ott már csupa olyasmit talál a felemelt kar kapcsán, hogy akkor bántás jön, verés jön, akkor rossz jön. És akkor mit csinál? Nem érted, hogy miért? Elhúzódik. És akkor félreérti a helyzetet. Miért? Azért érti félre, mert az ő érzelmi tárában más nincs abban a bugyorban, csak olyan, ami ehhez a mozdulathoz úgy tartozik, hogy csak az ember gonosz, meg félni kell, meg támadni kell, meg hasonlók. Ezek többenetes dolgok, mert nekünk az a dolgunk, hogy azt a hatalmas puttonyt, vagy nem tudom minek nevezzem, érzelmi tárat, akkor, amikor minden úgy töltekezik mindent a gyerek. Láttatok már egy csecsemőt, amikor úgy figyel, hogy majd kiesik a szeme ilyen, hogy úgy nézi a dolgokat, elbűvölve, mintha legalábbis a csodát magát látná. Mert veszi be vizuálisan a világot. Mert millió-millió ilyen tapasztalat mind-mind rakódik le, és hogyan a tárolásodban hasonlót a hasonlóhoz. Mert analógiás a működés, így gondolkodik. És ezért, mikor ér engem egy valamilyen behatás, akkor mindjárt az érzelmi agyam keresi az én hasonló élményeimet, és ezt szerint fogom tudni értelmezni a jelentésadást. De honnan indultunk ki? 7% a szav, 38% a hang, szín, dallam, intonáció, stb. És 55 a nemverbális. És azt mondtam, ki olvassa le a nemverbális, ezt a rengeteget ki, az érzelmi agyat, hogy olvassa le? Letükrözi, megkérdezi magát, hogy hol találkoztam hasonlóan, megadja a jelentést. És átűszem az okosagynak, és az okosagy aztán meg tudja fogalmazni, hogy miről van szó. És ha mindezt ilyen nyilvánvalóan megértjük, hogy történhet érzelmi nevelés? Hogy nagyon pozitív élményeket, amiben sok a szeretet, a kapcsolati erő, az olyan üzenet, amikor már intrauterin, és most azért mondom, mint tudjátok, van a kapcsolati terápia, mikről van már szó.
És ugye az idős generáció azt mondja, bolondok vagytok ti, hogy a hasban, a kisbabával beszélgetést folytat a mama kapcsolatfelvétel. Normálisak vagytok ti. És akkor azt mondja a biokémia, és a tudomány odaáll, és azt mondja, igen, mert amikor a mama a szív alatt hordja a babát, és elmerül az odafigyelésben, egy kicsit odafigyel, jobb vagy féltek-e aktív állapot, bekapcsol az érzelmi agy, mert akkor már érzelmi agy dominál, és akkor dolgozik igazán az érzelmi agy, mikor egy kicsit van egy odafigyelés, megadja a kis simogatást a hasának, csak oda gondol, hogy amit akartok, hogy édes szívem, itt növekszel a pocakomba, vagy akármi, mindegy, hogy mitebb szeretettel valamit, egy gondolatot odafűl. És hogy érvényesül a gondolat? Hát ez az érdekes, hogy a gondolatnak van egy bizonyos, a jobb vagy féltekért rezgető érzelmi hatása, érzelmi, hát egy pozitív gondolat, egy pozitív hatás, és akkor biokémiai folyamatok indulnak, vagyis az adott érzelmi állapotnak megfelelő ligand, hormon kiváltódik, odaáramlik. Vagyis a baba fürdik az örömhormonban. Pedig a mama csak oda gondolt, hogy szereti őt. De a szeretet érzése, amit kiváltott, az örömhormonokat odaáramoltatja. És akkor egyszer csak észreveszi a anyuka, akinek feszült még a hasa előbb esetleg, hogy egy pozitív gondolat és egy hasi simogatás hatására a baba szépen relaxál, és ugye elsimul a feszültség, és jól érzi magát. Mindenki, aki megtapasztalja ezt, hogy egy papa például, ugye a hangot már más decibel hangosságra, de a baba már hallja, és már akkor is hallja, képzétek el, már akkor is hallja, amikor még nincs füle, azaz hallóapparátus, bőrhallás van, amit megőriz, beépül a bőrhallás később a rendes hallási csatornába, egy pici kis agyi magvacska marad emlékeztetőül, de mind tudjátok, aki kitültök, mert ha szeretjük a zenét, borsozott már a hátad és érezted, majd végigfut rajtad egy ilyen, mikor zenét hallgatsz, olyat, amit szeretsz, na ez a bőrhallás, mert rezgés, a hang az rezgés, és ilyen módon megmarad még az. És hogy készítek el, hogy ennyire megőrizünk mindent, ami velünk történik, minden lenyomatolódik, és megvan benned. A fogamzásod pillanatától mindent őriznek a sejtmemóriáid, illetve az érzelmi agyad, ami, mint mondtam, a testedben tárolja az érzeteket, és az állapot pedig annak nyomán jön létre, hogy az egész test megszólal, mint egy hangszer. Most ugye azt mondjuk, hát egy hangszert is ahhoz, hogy jól tudjon működni, hangolni kell. Hogy ugye az is csak, a hangszer is, valamilyen módon befolyásolódik a működése. Hát még azt a nemes hangszert, amilyen az emberi lélek. Hogy meg kellene hangolni és gondozni? Most azt mondjuk, és egy fapados kultúra vagyunk, ezt mondhatom nektek. Egy érzelemszegény, érzelmi analfabéta kultúra. Mert ahhoz, hogy jól legyen a kapcsolatod valakivel, hogy valakit barátodnak mondhass, mit kell csinálni? Hogy kifejezem a szeretetem, törődöm vele, gondoskodom róla. Barátja vagy saját magadnak? De most komolyan. Hányszor figyeltél önmagadra gondoskodó szeretettel? Hányszor gondoztad a bánatodat? Hordozod? Mit csinálsz vele? A kicsik beeséseddel mit csinálsz? Gyorsan el akarod tüntetni. Fáj valamit? Nem arra gondolsz, hogy mi az üzenete? Hogy ne tántán a test a maga, a szegény nyelvén valamit kifejez és üzen neked arról, hogy valami baj van. A nagy egésszel van valami baj. Valami nem jól megy az életedben. Nem ezt csináljuk, hanem rohanunk a patikába, és ez a kultúra azt mondja, na ezt vett be, ez még jobb, ez rögtön, és kémiai kényszerzőpont húzunk a bánatainkra, a szenvedéseinkre, a fájdalmainkra. Kész, letaglózunk. Elmúlik, de hogy? Megtapasztaltad már azt, hogy például, amikor egy gyerek, aki hogy nagyon sertepertél és zavarja a társaságot, mondja, menj már át a másik szobába, foglald el magad, játsszál valamivel. És ugye akkor bezárjuk azt, hogy ne is gyere be. Mit csinál az a gyerek, akit kizártál? Az biztos, hogy pár percen belül már ott csinálja az arénát, törömből, meg egyre jobban zavar, addig zavar, míg nem foglalkozol vele. Ha foglalkozol vele, akkor vége van. Na most, mit csinál a testünk, mint egy gyerek? Ugyanazt csinálja, mint a gyerek. Egyszer már jelezte az a fejfájás, hogy te, segíts már. Már megszólalt a véscsengő, már jelezte. Mert olyan, mint a gyerek. Hogy beszéljen? Hogy mondja el, hogy valami baj van? A nyelvén, fájdalom,
meg diszkomfortérzés. És akkor jelzi, hogy valami baj van. Mit csinálsz vele? Kémiai kényszerzobont húzol rá. És azt csinálod, mint a gyerekkel, kuss ki, elfalkas. Hogy bánunk saját magunkkal? Hol van itt az önmagunkat becsülő, szerető helyzet? Nem tudsz mással sem máshogy bánni, csak ahogy magaddal. És mindent magunknál kell kezdeni. Tehát muszáj valahogy ennek a kultúrának rájönni, hogy mind megbetegszünk az életünkbe, mert nem gondolszuk azt, ami az érzelmi életünk. És a gyerekeinknek az érzelmi tárát úgy tudjuk föltölteni érzésekkel, hogy szeretjük, hogy vele vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy mindenfélét megélhet, ami neki jó. Mert nem a szavak számítanak, nem, hanem az, ahogyan vele hozzá viszonyulsz, ahogyan egy gesztus, egy mozdulat minden leképeződik. Minden. Azt a hatalmas kompjútert igen nehéz elképzelni, ahogyan az agya maga érzékenységével mindent az egyvilágon tárol. És ezért mindaz, az a tár fogja majd megszabni, hogy például a te gyereked, hogy is lesz, optimista ember lesz, vagy pesszimista. Most képzeld el, csak egy példát mondok rá. Ez például egy alapfeladata, tudjuk a boldogság pszichológiából, hogyha nem vagy optimista, akkor a lecke az pszichoedukáció, léleknevelés. Át kell nevelni magunkat optimistává. Na most ugye, hogy lesz egy gyerek pesszimista? Úgyhogy az, aki neki fontos, akit nagyon sokszor lát, akit magába vesz, felveszi azt a képet, azt a jelenetet, azt a helyzetet, ahogy az anyuka kétségbe esne, mondja, tegyük föl, hogy az anyuka ilyen pesszimista. Hogy, jaj, Istenem, már megint, hát tönkre megy már ez a mi életünk. Hát mindenütt csak a bajok, mindenütt a panasz, hova leszünk már így, minden pusztul. Na most még hajtathatnám a sirámokat. Ráadásul nem is mondok adakat, hát tudjuk, hogy azért ezek bizonyos szempontból igaz is volna, ha megérni így gondolkodni. Na most a gyerek ezt látja. És veszi be magába a képet, veszi be magába. Mikor arra kerül sor, hogy hogy kell egy helyzetbe viselkedni, mihez nyúl a tárból, akarata ellenére. Jönnek édesanyja gesztusai, mozdulatai, mimikája. És egyszer csak látod, hogy mint az anyja. Egészen olyan, nem csak amikor 3-5 éves korban azonosul vele, felveszi a cipőjét és tönkre nyúzza a harisnyáit meg a nem tudom mi, mert ugye ő a mama, hát valahogy meg kell tanulni, hogy csinálják azt a felnőttek. És nem el is tanulja szépen, le is gyakorolja szépen. És tökéletesen eltanulja, sajnos. Innen van a nagy baj, hogy úgy programozódik, automatizálódik. Mert megtanulja, ugye begyakorolja, csinálja, játszik, ő csak játszik, de szépen fölveszi magába, és akkor mire már oda eljut, hogy ő tényleg öntudattal rendelkező felnőtt, hát akkor csak azt látjuk, hogy már akármi történik, már, mint az anyja, csak szomorkodik, sajnos eltanuljuk a pesszimizmust attól a szülőtől, aki ez jobban ragaszkodunk érzelmileg. Ez elég nagy baj. Na akkor ugye onnan indultunk ki, hogy a mai témánk is lassan valahogy összesíteni kell, ahonnan indultunk, amiket végigjártunk gondolatban. Azt hiszem, világossá vált előttünk, hogy az érzelmi élet nagyon jelentős tartalmai, amik meghatározzák, hogy a jelentések majd, hogy olvasódnak le automatikusan, hogy valamit jónak, szépnek, vidámnak, jövőre irányulónak, boldogítónak érezünk, vagy borzasztónak, elviselhetetlenek, szomorúnak. Ezek azon a egyeztető mintán érzelmi működésen múlnak, hogy abban a tárban mi mindent pakoltunk be, mit tudunk a világról, mit tettünk magunkével, amik automatikusan működnek bennünk, és így az első életéveknek különösen óriási a jelentősége. A legelső életében megtanulunk szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni. A hűség az nem egy üres szó. Azt tud igazán tartósan valakihez kötődni, akinek egy bizonyos személy az édesanyja, rendíthetetlenül végig, nagyon erősen ott volt, mint szerető kötelék az első életében. És fájdalmasan mondom nektek azt, itt ül egyik gyerekem, az Iker, gyerekeimnek egyike, hogy engem például, mikor ők 9 hónaposok voltak, visszaparancsoltak a tudományba, mert lejárt a doktori határidőm, és az én mesterem, Mérei Ferenc, aki egy világhírű pszichológus, azt mondta, eldöntheted,
hogy akkor elmégy anyának, vagy megmaradsz a szakmában. És ugye, ezt csak azért vallom be ilyen őszintén, mert velem ez történt. 9 hónaposak voltak, és elmentem tőlük, úgyhogy persze hát volt, aki velük volt, de nem én végig. És máig fáj a szívem, és sajnálom, hogy így volt. És hogy ilyen dilemmákba, ilyen konfliktusokba beleszorulunk. Így van, nőtársai. Az a világ, amiben mi élünk, beleszorít ilyen konfliktusokba. Akkor ma azt mondom, a mai eszemben azt mondom, ha valóban felismerés történik, hogy milyen döntő jelentőségű a lelki egészség, hogy annak az alapvető záloga, hogy az legelső, amitől függ, hogy majd hogyan, milyennek látom a világot, hogy értékelem, ha azokat az alapvető bevésődéseket hagynánk, hogy szabadtalanul végbe menjenek, akkor minden anyuka kapna 3 évet valóban, amit biztosan és kizárólagosan úgy tölthet a gyerekével, hogy ráadásul mindenfajta létfeltétel megsegítésével, hogy nem kell ezen-azon-amazon szorongania. Na most nem akarok ilyen szociológiai területekre kimenni, mert ez nem dolgunk, csak éppen konzekvenciája van annak, hogy úgy gondoljuk, hogy érzelmi nevelés, mert ennek a szülő biztos, hogy záloga letéteményesen. És azt mondtuk az elején, azért csináltuk a szülők iskoláját, hogy minden tüzetesen, amit majd végig fogunk venni pontról pontra, intrauterin pszichológia, születés, bevésődések, korai, kitörölhetetlen, életre szóló tanulások. Minden szép sorba veszünk, és a szülők, akik érdeklődnek, vagy nagyszülők, azok majd ezt megértik, megtanulják. De azt mondtam, ha már nincs szülő, akkor kimarad. A pedagógus, aki nevel, a pedagógussal is minden olyat, amivel ő még jóvá tehet olyat, amit a szülő akarata ellenére nem tudott megadni, és még itt van kompenzációs lehetőség. De a döntő az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az érzelmi életünk minden olyan élnek, amit csak valaha a fogamzástól kezdve átéltünk, egy hatalmas tárában együtt van, és ennek megvan a biokémiája, ennek megvannak a huszalozott hatalmas pályarendszerei. Képzeljétek el, mikor én egy érzést átélek, engem átvilágítanának akkor, hogy mi az, ami bennem működik, akkor látnátok ilyen világító hálózatokat. Ilyen hálózatokat, idegrendszeri pontok, jobb agyféltekei pontok innen, ilyen tüzelő áramlások, hálózatok, és azon a biokémiai folyamatban csorognak le, mennek le a sejtekhez, a fogadó, az elrendelésre, a fogadásra rendelt sejtekhez, csorog le, ugye, és megy a hálózaton végig, ugye a sok hormon és ligand, és ez mind egyetlen érzelem, és látnátok azt, hogy hogy van bevilágítva az a csatorna, amelyik összeköti a nevet, a dolgok nevét, hogy mi el tudjuk mondani, innen tudatos a dolog, azzal a hatalmas hálózattal, ami az egész testet így átáramolja. Tehát ezért nagyon nehéz kimondani, de egy új pszichológiát kell írnunk, egy olyat, ami a tudásunk mai szintjén azt mondanak, hogy hol tartunk ebben. Csak egyet nem tehetünk, hogy azt mondjuk, föladjuk, és ennek a kultúrának az elidegenítő, eldologiasító, emberi kapcsolatokat, érzelmi kapcsolatokat, megemésztő, tönkretető hatásait elfogadjuk. Hát ez van. Ne legyen. Hogy nevelünk érzelmileg? Sok élményt biztosítunk. Ezt hogy lehet? Kapcsolat. Mindent kapcsolatban lehet. Kapcsolat és beszélgetés. És úgy gondoljátok el, Hámari az akadémikus mondta azt, beszélj, mert a beszéd agyfényesítő. Addig vagy nagyon éleseszű, amíg eleget beszélsz. Hát akkor azt mondhatom, beszélni, átélni, sok élmény, sok tapasztalat, sok olyan, amit az egész tested, mint gyönyörűséget megél. Most már csak felvillantok néhány dolgot, hogy igazoljam, hogy nagyon is fontos, hogy mi ebbe alaposan beletanuljunk, és hogy ráébredjünk erre. Amikor egészségről van szó, azt mondja a pszichológia, vagy boldogságról van szó, azt mondja a pszichológia, hát igen, kapcsolatok, hogy legyél valakinek nagyon fontos, hogy tudj szeretni, hogy szeressenek téged, hogy valaki számára a legfontosabb legyél a világon. Minden elkezd arról beszélni, hogy kapcsolatok, kapcsolatok. Hogy legyen legalább egy ember, akinek te vagy a legfontosabb a világon. Hogy legyenek kapcsolatok, amikben élsz. Igen. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy a család maga az, ami olyan, amilyen, mert
enélkül nem tudnánk élni, és jobbat senki nem talált ki. A családban például a gyerek-szülő kapcsolatban a gyerekek által előidézett hatások, amik örömök, bánatok egyaránt, lehetővé teszik azt, hogy te szülőként gazdag érzelmi életet élj. A családban például a nincs hedonisztikus alkalmazkodás magyarul, ha te örülsz valaminek, az képes az az érzelem fönnmaradni és téged egészségesebbé tenni. Ezt a tudomány igazolta. Olyan családok, ahol például olyan sok a találkozás, és szeretnek beszélni meg, enni, inni, jól érezni magukat, megünnepelnek névnapot, születésnapot, mindenfélét, szóval sokat vannak együtt, sokkal jobb egészségi állapotban vannak, és egy doktori disszertáció Debrecenben született arról, hogy ezekben a családokban a stresszekkel való megküzdés magasan jobb, mint más családokban. Tehát sokat-sokat tudnék erről nektek beszélni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy mi megérzünk, hogy az érzelmi életet kell újra a mozgásba hozni, és nagyon aktívvá tenni, és így úgy nevelni, növelni az érzésvilágot, hogy a gyerekeinkben akkora nagy érzelmi tárak legyenek, és olyan módon tanuljanak bele abba, hogy a legjobb dolog a világon szeretett kapcsolatokban élni, hogy ez legyen a vágyuk, hogy ilyet teremtsenek maguknak. Egy ponton muszáj megállni. Nézzétek, mint ismertek sokan, akik eljöttetek, és megköszönöm a bizalmat, hogy eljöttetek meghallgatni, és tudjátok, hogy tudnám reggelig mondani, de nem szabad. Hogy mindennek van egy egészséges vége, hogy már nem vár, ugye ne lankadjon túlságosan le a figyelem. És most úgyis pici szünet, és a beszélgetés következik. És így elindítottuk az érzelmek iskolájának az első alkalmát, a továbbiakban is. Nagyon szeretettel várunk benneteket. Tudjátok, milyen dolgokról lesz szó? Hogy csak így előre utaljak arra, hogy mi azt hiszük, hogy tudunk jól kommunikálni. És kiderül, hogy mi mind sakálnyelven kommunikálunk, és a zsiráf nyelvet azt meg kell külön tanulnunk, hogy az hogy megy, de megtanulható. Azért zsiráf, ugyanak a zsiráfnak van a leghatalmasabb 3 kilós szíve az élővilágban, nagy szívű nagyon, és jó hosszú nyaka van innen a zsiráf nyelv, és magasról jól elálltuk nézni, hogy éles szemben észrevesz dolgokat. Tehát ugye meg kell ismerkednünk az, hogy hogy megy az, hogy ilyen együttműködő kommunikáció, hogy milyen az, amikor hát egy agresszív viselkedés előáll, hogy csináljuk azt művészi módon, meg kell valahogy tanulnunk saját magunkat, hogy mikor önfeledtem, mert ugye az ember kommunikál. Szóval önfeledtem, mert nem arra figyelünk, hogy hogy kommunikálunk, hanem van valami, amit szeretnénk intézni, mondani, és így tovább automatikusan, ahogy arra nem figyelünk. És egyszer csak észreveszünk, mikor így majd ráébredünk, hogy hát nagyon nem jól csináljuk. És már annyi elég, mert nem kell akaratlagosan megváltoztatni. Ez a csodálatos, hogy tudatosítás, ráébredsz, ezt akkor így nem jól csinálod. És valahányszor ugyanígy csinálod, nem jól, egyszer csak csöngetnek, hoppá. Ez nem jó, ez így nem jó. És lassan szépen kikopik az, amit az ember nem jól csinál. És nagyon sokat lehet fejlődni, és egyáltalán hol tudunkig lehet tanulni és változni, és ez egy nagyon biztató reménység az ember életében. Csak valahogy ezen egy szándékkal el kell indulni ezen az úton. Gyertek akkor majd a következő alkalmakra is, és köszönöm szépen a figyelmet. Akkor a kineziológiának nem volna tudományos alapja, de van.
olyan ura van, a gondolatnak és a mozgásnak az összekötése, hogy hogyan működik az egész nyolc szervezet együtt, csak egy példát vagy mondjam, megcsinálhatjátok a játékot, a bizonyító játékot, szokták ezt így eltársas játékozni, veszel egy óra számlapját, és akkor fölé teszed egy külből inkább csinálsz, és valaki megfogja a kezed, nehogy el tud mozni valami. És te gondolj konzekvensen egy bizonyos számra, hány óra van mondjuk, 30 másodperc kell, és le van fogva a kezed, nem mozdíthatod, és kileng az inga, próbáljátok ki. Nos, ez az ideomotoros reflex, így nevezzük, az egyik közvetlen tapasztalati bizonyíték, hogy a gondolatnak a mikroinnervációs, mikroasparányi innervációs feszítés, parányi feszítési parancsokat adó hatása arra az izomcsoportra, amelyik az adott gondolatnak a kivitelezését szolgálja, megcsinálását szolgálja. Ezért van az, hogy azt mondják, vigyázz, hogy milyen gondolatokat hordozol magadban, de gyilkos gondolatoknak a hordozása azokat az izomcsoportokat kezdi el termelni, amik a kivitelezés irányába mutatnak, és hogy nem kell, hogy ilyen indulatokat hordozunk, hogy jaj, ez lesz a kélyes óra, vagy választóban, így sok ígebek szorul is. Nagyon szép az mi áriája, a hajjuk is, de nagyon más az, hogyha ugye az izmainkba benne hordozzuk ezt a feszültséget. És ugye ilyen gondolatok, amik aztán újra is el tudjuk kérdezni, újra és újra ugyanazokat a izomcsoportokat feszítik, és akkor ugye ott feszültség, lerakódások, maradványok vannak, és akkor ugye megtanulja az illető a testizomzat térképét, tónus térképet, és akkor ezt összefüggésbe tudja hozni olyan dolgokkal, amik az izom emlékezetben. Úgyhogy a kineziológia egy olyan tudomány, ami ugye tudjátok, a testnevelési egyetemen már van önálló szak. Úgyhogy odáig jutott a tudományos bizonyíték, hogy a testnevelési egyetem vezette be, úgyhogy most már lehet valakinek kineziológusnak is lenne tanárnak. Akkor következő, tessék, igen. Én azt szeretném megkérdezni, amikor arról beszéltünk, hogy az érzelmeink így nagy tárban vannak, és abból keresünk újabb és újabb múltbéli történéseket. Akkor például a déjà vu, az mi? Az valami olyan dolog, ami egy nagyon hasonló helyzet? Igen, mintha átéltem volna már. Igen, ezek a különleges élmények, mintha jártam volna már, mintha láttam volna, ezek nagyon gyakran, ugye tudattalan emlékezeti tárgy, hogy nem emlékszünk rá tudatosan, de mégis valaha voltunk egy nagyon-nagyon hasonlóban. Nagyon sokszor bebizonyosodik a déjà vu-nél, hogy mikor látunk valamit, hogy de hisz én itt már jártam, akkor csak egy nagyon hasonlónál jártunk, de amikor ez az egyeztetés történik, hogy látom, és akkor ugye a tükör, és akkor megkeresi a tárban, ugye hát a tár a saját szervezetem a tár, de hogy megkeresi azt az emléket, akkor ugye nagyon egymásra simul a két kép, a bejövő és a tárolt, és akkor mondjuk te hisz ezt én már láttam. Egyébként meg a tudattalan emlékezeti tárban az emlékezést, a tudatos emlékezést, a ráérzés, az intuíció helyettesíti. És mindenki, aki itt ül, állíthatja, hogy igenis van ilyen, hogy ne lenne, mikor van tudattalan emléktár és emlékezet, hogy ráérzés, hogy van valami, hogy valami olyan benyomás, amikor például valakit egy szempillantással ismerősként üdvözölsz, és mintha már nem tudom mióta kapcsolatban lennénk, meg voltatok már így, milyen érdekes ez? Szóval itt abszolút ez működik, de még élesebb talán azt mondom, hogy például a szimpátia érzésnél. Hát tudjátok, hogy úgy van, hogy egy szempillantás alatt szimpatikus valaki, vagy antipatikus, és utólag gyártja ugye a valaki érdeke, az mondjuk racionalizáció. Megmagyarázom a bizonyítványt, ez a racionalizáció, szóval amikor megugoljuk, megmagyarázzuk. Na de a döntés az jobb vagy féltekei, és nem tudatos. És az egyeztetésbe történik. Mert látom az arcot, már lapozgat is gyorsan. Az egyeztetés, mindjárt tükör, nézzük meg a hasonlót, és akkor, hogyha mondjuk nekem, pont a mamám, vagy a nagymamám, vagy az Isten tudja kicsit, aki nagyon jó volt hozzám gyerekkoromban, és jó, pozitív érzületek vannak hozzá ragadva, ahhoz a kép emlékhez, ugye az élményhez, csak azt mondom, hú, de szimpatikus. És akkor kész. Ugye, és hogy nem, de, és nagyon érdekes, hogy
hogy mennyire ilyen mély, öntudatlan, tudattalan emlékekbe gyökereződött, például a szimpátia választás, hogy később a racionális tudat nagyon sokszor korrigál. Mert a valóságos személyt, ahogy közelebbről megismerem, kiderül, hogy más, mint ahogy első benyomásra láttam. Az első benyomás, az valóban benyomás a szószoros értelmében, jól belenyomódik a határba, amiből keresi a választ, hogy ki vagy te nekem. És aztán, amikor megismerem, megtapasztalom, hogy más az a szemben, mint ahogyan az első benyomás hozta. Mert az öntudatlan volt az a választás, a tapasztalati megismerés, meg egy tudatos folyamat. Viszont mi az oka annak, hogy valakinek tehát a megérzései az egyik embernek jobbak, a másiknak kevesebb? Igen. Aztán mindenkinek van egy ilyen tárház, hogy ez mi befolyásolja? Igen, nagyon-nagyon sok. Az idegrendszer szervezettsége, milyen szerveződését. Ugye az ember magával hoz egy bizonyos idegrendszeri alapot, ami aztán gyarapodik, épül, gazdagodik. A sejteknek, a magunkkal hozott sejteknek a szaporodása nagyon sokfajta hatásra történik. Az érzelmi, kifinomult érzékenység azzal függ össze, hogy az illetőt rengeteget részesítették, nagyon profán, amit mondok, vesztibuláris ingerlésbe és ölelésbe, hordozásba. A testérzés maga, a ringatás, ez a fajta, azért a hordozás, hát ma már a tudomány az, hogy a hordozta babát az első életében, minél többet legyen testen, mint hajdan volt az ősi kultúrában. Mert a testnek a szív hangja, a test érzetei, a test melege, ugye az érintés az immunstimulás, és endorfin termelést indít a szervezetben, nálunk felnőtteknél is. Megölelnek, aztán jobb az immunaktivitásod, és jobb az örömhormon termelés. Tehát felnőtteknél is működik. A babánál hihetetlen mértékben. És ezek a test által, testi ingerek által kiváltott ilyen folyamatok, olyan érzékenységi szintet, kifinomult érzékenységi szintet érhet el ez, hogy kívülről rengeteget adsz be az éppen cseperedő idegrendszernek. Ha nem kapja meg a pici barra ezeket a, egyáltalán a neki személyesen neki szóló valami törődést, hanem ilyen gépies mozdulatokkal tisztába teszik, ott hagyják, nincsen a vele való ilyen személyes törődés, a dajkanyelv, a gügyögés, a gagyogás, az akármi, nem hallja a hangokat, nem kapja meg ezt a fajta, akkor az agy olyan súlyos elsorvadások, kicsi jeleket mutat. A kisagy például egész picire összezsugorodik, a pályarendszerek károsodnak, életre szóló. Nem tehető jóvá. Szóval ezek nagyon gyövődők. Egy olyan vizsgálatsorozat tárta ezt föl, hogy árvaházban, még akkor így nevezték árvaházban, ugye ilyen automatikus gondozási ellátásban részesített gyerekeknél olyan érzelmi károsodások lettek, és olyan agresszív magatartás, és olyan fékezhetetlenségek, és olyan, szóval se a kontrollfunkciók, se az érzelmi érzékenység, semmi. Hát nincs semmi olyan, amit betegyen a tárba. És akkor mi működik valami elemi, primitív ösztön, mint az állatvilágban. Szóval Romániában, ugye, amikor föltárták, hogy ilyen, még a Ceausescu időben, hogy gyerekeket ilyen tulajdonképpen élő sírba helyeztek, hogy nem törődtek velük egyet, oda lökték az ételt nekik, olyanok lettek, mint az állatok. És én azt kérdezem, hogy ezt felnőtt korban hogy lehet fölülírni? Mindent fölül lehet írni, az agy olyan döbbenetesen fejlődőképes, hát 10 évvel ezelőtt még hivatalosan jelentette ki a tudomány, hát itt így van ez, hogy újabb sejtképződés sem kész. De ezt évtizedekig hangoztatták. Elpusztulnak az a sejtek annyi, ma helyette nem jött új. De egy magyar, Amerikában élő magyar kutató igazolta, hogy a lábszárcsontnak és sípcsontnak a velőjéből is még őssejteket tartalmazó részből még keletkeznek újabb sejtek. Például. Tehát csontvelőből még újat láb, csontvelőből még újat sejtek keletkeznek, és van újabb sejtképződés. És ezért ingereket kell biztosítani az idegrendszernek, sok-sok-sok ingert, és az embernek a legpozitívabb agyfejlesztő inger az embertárs.
Csak nem így egyedül magányban, úgy egyedül, jaj, ez egy magányos, meg egyedüli, ez két nagyon különböző dolog. Én nem tudom, hogy vagytok lenni, hogy túl sok minden történt a szemben, annyira vágyom arra, hogy egy kicsit legyek egyedül, csak úgy, hogy ne akarok már. Na de mihez képest, hogy túl ingerelt helyzetekből menekülök egy ilyenbe, hogy önvédelemből. De amikor nincs olyan társ, akivel ezeket a természetes emberi, hogy kapcsolódom hozzád, fontos vagy nekem, mondjuk, hogy főzök neked egy kávét, sütök valami nagyon jó, egyél, mert ugye női dolog etetni, tudjátok, etetés szeretlek, etetlen szeretlek, aki téged etetget, az ezzel szeretetet fejez ki. Ez így van, mikor kínálunk, hogy etetünk a szeretetés. És valóban szerintem, és ha megmondhatok, nagyon érdekes dolgok ezek, hogy ugye rágunk. És azt szoktuk mondani, a nyelvünk gyönyörű, hogy megrágjuk a dolgokat, megrágjuk. Bizony igen, mert mikor te rágsz, és fizikailag rágsz, akkor rengeteg feszültséget belerágsz. És valóban tisztítod a képességet, hogy nagyon kristálytisztán, szorongásmentesen tudjál gondolkodni, mert a feszültséget megrágod. Harapjál bele abba a valamiben, ami a fogad alatt, nem is tudom, hogy hersek vagy érted, szóval amikor érezzük azt, hogy olyan szétharaptál. De az harapás agresszív aktus. Belegondoltál meg? Szétrágod. Jól? Az étel. De nem egymás. Igen, nem is tudom, válaszoltam rendesen. Mi az, hogy az volt a kérdés, hogy akkor oda hát az oda vezethető vissza, hogy hozott egy egészséges idegrendszeri alapot, mint sérülve az alapstruktúra, és erre olyan nagyon finom hatásokat kapott, oly sokat és oly finom hatásokat, hogy rendkívül kifinomult lett az egész működő. Hát vannak egész különleges tehetséggel rendelkező emberek, akik ugye olyan dolgokra képesek, amire az átlag nem, és nem mondhatjuk azt, hogy nem képesek, amikor tudjuk, hogy igazán képesek. Az, hogy valaki megérez dolgokat például, ugye, és hogy esetleg a jövőre vonatkozóan megérez, hát ez nagyon érdekes, hogy ez hogy működik. Gondoljátok el, hogy például a jobb agyfélteke, amely álmodik, ugye ilyen az álmodik, a jobb agyféltekénk, míg alszik a professzor vagyunk, addig a szorgos feleség rendet csinál. Ez történik, ez nagyon komolyan mondom, az történik az álomban, hogy 5-6 ilyen alvásciklus van, és ahogyan a agyfélteke tudat ugye lesüllyed, a béta hullám tevékenység megy alvatétába, szépen belecsúszunk az álom mélyébe, akkor aztán jön a feleség agy, és az dolgozik, szorgosan rendet kell, és ezt a csupát, amit behordunk egész nap, minden helyére kell tenni. Azt mondjuk emlékezés konszolidációs folyamat, vagyis hogy megőrizni, el kell rendezni. Mert mindent beönt az ember napközben, és akkor éjjel szépen rendteremtés folyik. Ugyanazt csinálja az agyunk, mint egy rendes háziasszony. Zoknit egyik pár így, a másik, hogy összepárosít, összetartozó dolgokat összerakjuk. És akkor, ami szemétbe vele, szemétbe, amit meg be kell rakni a szekrénybe, ez a tiszta ingek, az a tiszta fehér nem. Rendet, ugyanilyen, ugye analógiással szerkeszted, hogy hasonlóhoz, oda rakja szépen. Megépíti azt, építi szépen, rendez a hálózatot szépen, elrendezi, hogy legyen egy olyan, ami mint a fogas. Ugye ráteszünk a neve a dolgoknak, a nevéhez legyen hozzá kapcsolva az, ami az átélés, maga az emlék. Tudod, hogy milyen érdekes, hogy tényleg így van? Néha jól emlékszel arra a képre, helyzetre, csak azt a nevet nem találunk. Ki volt az? Hogy volt az? Mert már ez a kapcsolat, ami a bal agyfélteke és a jobb agyféltekei memória közt van, az már valahogy egy kicsit megsínlette az időt, vagy valami ilyesmi. De hát minden esetre az, hogy például a nevekre nem tudsz úgy emlékezni, de a történésre igen, hogy látod az arcot, ismerem, persze tudom, ugye? Mert itt rend van, itt ezen az oldalon rend van, ott nincs annyira rend, hogy ugye meg legyen az összekötetés. Na szóval az álom azért nagyon jó, mert az egészséget szolgálja. Mert amikor éjjel álmodsz, akkor az történik, képzeld el, szórószor az.
A testben ugye rengeteg feszültség van, mert mondjuk olyan helyzetek voltak, hogy dühögtél, vagy szorongtál, vagy akármi, és ott van a maradvány feszültség, kérdezi, ott maradt az izmaidba. És akkor a te gondoskodó anyai agyam szépen ott találja ezt a feszültséget, na hát ezt kiszedem. Hogy szedik ki? Marionett gondolta föl, hozza képbe, átteszi. Képi áttétel, ő csak képi nyelven tudja elmondani, hát elmondja képi nyelven. Így születik az álom. Képeket, dolgokat egymás mellé tesz, analógiásra gondolok egy hasonlító, tehát most bonyolulja egyszer megérni, hogy mi foglalkozunk az álmodás pszichológiájával. Hogy valóban az álom bölcs, az álom megjósol dolgokat. Miért tudja az álom előre bejósolja, hogy majd lesz valami betegség, hogy a csodával tudja megtenni? Úgy tudja, hogy valaki megérzi például, hogy valami betegség, megálmodja. Egy olyan példát tudok elmondani erre, amiben a test miért álmodja meg valaki, és miért lát ezzel a jövőbe? Azért, mert a jobb vagy félteke a testtel szoros kapcsolatban van, és ott valami zűr van, len, és a jobb vagy félteke azt már tudja. Tehát megálmodni már tudja, mert a kapcsolat megvan ő közöttük, de még a tudatosaggyal nincs a kapcsolat. Érthető, amit mondok? Fantasztikus ez. És ezért ebben nincs semmi misztérium, hogy például valaki azt álmodja, hogy konkrét álomról van szó, ami megjósolt egy betegséget. Az álom úgy szólt, hogy egy folyóban elsodolta az illetőt úgy a víz, hogy egy hídlábbal tudott megkapaszkodni. És ki akart kerülni, és nézett a folyó túlsó partjára, ahol a meghalt szerettei álltak. És hívták, hogy gyere, 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 és hívták. És ő tudta, hogy most itt nem fog tudni megmenekülni. De megjelent a lánya ezen az oldalon, és mondta, hogy kiabált, és mondta, hogy megmentelek, és hogy gyere, és gyere vissza, és megmentelek. Ez volt az álom maga, és a következő történt a valóságban. Két napra talán rá, mint ez történt, hogy a lánya itt az egyik oldalon, a halottak a másik oldalon, és a hídláb. Ja, és akkor a lánya még mondta, hogy de jövök, és hogy valahogy beugrom, és úgy segítek, és akkor szólt az illető, nem, maradjál, nehogy már beugorj utána. Na most ez volt az államkép, körülbelül két napra rá a következő történt, hogy a lány azt mondja mamájának, te dagadt a lábad, mi van vele? Nyárban meleg van, és dagadt. Hát ez nem. Aztán nincs rendjén, nem lehet azt tudni. És akkor szólt egy orvosnak, hogy meg kellene nézni a mamának, meg dagadt a lába. És elkísérte a mamáját, és kiderült, hogy életveszélyes állapotról van szó, mert négy vénás trombózisa van az illetőnek, attól dagadt be így a lába. Ha most nem fekszik le, és nem. Szóval a lányom fedezte ezt föl. Na most mi volt az álomban? Minden benne volt. Minden, vagy a túlsó parton, és tehát kimentette meg a lánya, aki ugyan nem ugrott itt, de megmentette, mert felfedezte. Nos, honnan tudja? Nos, ezek azok az összefüggések, az álmodó tudat, vagy ez a kép tudat, olyan hatalmas rejtett tudásanyaggal rendelkezik, hogy ugye biztos hallottatok a transzgenerációs átörökítésről, ugye hallottatok erről, hogy mondjuk a holokauszt áldozatoknál derült ki, hogy két generációval később is még olyan súlyos betegségek azok, amikben a meghízott szülő, aki ott meghalt, vagy nagyszülő, vagy dédszülő, aki ott meghalt, és a sok többszöri generációváltás után az utód olyan állapotokat, betegségeket él át, ami visszavezethető egyenesen ehhez a bizonyos ötöshöz. Most ezt konkrétan kellene, hogy meséljek példát, hogy értsük, de az a lényeg, hogy több generáció keresztül is átmegy bizonyos történnek ilyen átörökítések. Most ennek az egész folyamatnak is a mozgatója egyértelműen a jobb agyfélteke. Egy Ösztin nevű agymutató kozmikus agynak nevezte el. Kozmikus agynak emiatt, mert nem lehet még egyelőre a tudomány mai eszközeivel megmagyarázni, hogy milyen tudásanyag az, milyen információs anyag az, amivel szert tud tenni a jobb agyfélteke. És ez már átvezette olyan dimenzióba, amire a kvantumfizika ad választ, hogy más dimenzióknak a tudásanyagából is tud részesülni a jobb agyfélteke, de csak a jobb. És aztán az meg tudja súrni persze a valamit, amelyik meg el tudja mondani.
úgyhogy ez a racionális vagy nem annyira nagyon kényes, mint ahogyan kényesítik állandóan. Hogyan fejleszthető a jobb és az agy balagyfélteket? Mert biztos, hogy fejleszthető. A balagyféltekét szüntelenül fejlesztik sajnos állandóan. Tömjük mindenfélével, nem is kellene úgy, hogy a képessége, javarészt a fényes képessége tulajdonképpen az, hogy olyan módon tud áttekinteni, rendezni, rendező elvek, áttekintés és így tovább. A jobb agyfélteke valójában a kreativitás adja, mint tudjátok. Kreativitás fejlesztés úgy történik, hogy a jobb agyféltekei folyamatokat kapcsolják be. Ezt megálmodja, kitalálja, a bal agyfélteke pedig a professzorat csak ráncba szedi, hogy a realitáshoz legyen illesztve. Ez egy feltalálás, de mindig a zseniális feltaláló a jobb agyfélteke. Ezt tudjuk, hogy lehet fejleszteni. Például ilyen egyszerű példával van, most már a NAD-ban, majd még a testnevelés programban is már benne lesz. Például, mikor tükörneuronokról beszélünk, ugye azt mondjuk, leképezem pontosan, amilyen a másiknak a testtartása. A tornában azok a kis egyszerű gyakorlatok, mikor például azt csináljuk egymással, hogy mondjuk te így ülsz, akkor én is pontosan fel kell venni ugyanazt a testtartást, pontosan, de egész pontosan. És akkor figyelni kell rá, és akkor, na most mit érzel? Akkor elmondom, hogy mit érzek. Vagy ilyenek, hogy utánozzuk például egymást. Mondjuk, hogy megtennéd, hogy felállsz. És akkor mondjuk azt mondjuk a gyereknek, na emeld fel a kezed, ugye egyforma magassággal legyünk jól. Most akkor engedd le a kezed, és kérlek szépen, most akkor csinálj, valamilyen mozdulatokat csinálj, és én pontosan fogom követni. Vagyis egy tükörbe, tehát ami az agyba zajlik, azt kivitelezzük mozgásba. Bocsánat, nem lehet nem, hogy olyan... Igen, játszunk, a gyerekek, képzeljétek el, hogy játszanak. Igen, de ezt csinálsz. És aztán valami más, amilyen mozdulatot akarsz. Tehát, én kapok egy mozdulatmintát, és akkor, de úgy is lehet, hogy azt mondom, hogy jól van, de most ne tükörképes, olyan rosszorosan. Vagyis amikor te mondjuk a jobb kezed. Igen, most az ezt csinálod, tegyük fel ezt, akkor én is ezt csinálom, de oldalazonosan az azt jelenti már, hogy például agyfélteke munka, mert a, nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a jobb kezem mozgatását a bal agyfélteken engedjük. A bal kezem mozgását meg a jobb, tehát kereszteződnek a mozgáspályák az agyban például. És akkor már ezt észkerékjátéknak is szoktuk nevezni. És van egy ilyen módszer észkerék, nem játékok, nem tudom, valami ilyesmi, de észkerék az biztos, hogy ez a mozgás. Na, például. Tehát ezek mind azért empátia fejlesztők, mert azt a tükrözést, ami megtörténik automatikusan, úgy, tehát tudom föltölteni azt a tárat, ami szegény olyan árva volt, mert nem kapott elég tápot. De most akkor tudom egyszerű, és akkor miért ilyenek jövődében? És hogy ezért például ezek hát mind játék, hát a gyerek fogalma nincs róla, hogy most empátiát fejleszt a dolgotanár, mikor ilyen játékokat csinálnak. Úgyhogy sok ilyen fog bekerülni. A zene az nagyon csodálatos, mert azért csodálatos, mert a képzétek el, hogy ugye minden bejutó ingernek, ami érzelmet vált, kimondtam, van ligandja. A zenei hang az egyetlen, aminek nincsen vívő ligandja, bezuhan, egyből, anélkül, hogy lenne egy. Nagyon nehéz elképzelni, így van. Anélkül, hogy lenne valami közvetítő, ami viszi a sejtekhez, szépen saját erővel, vagy jogán, vagy nem tudom mi, eljut a sejtekhez. És a bal agyféltekéjé a ritmus, tehát mindkét agyféltekéjé szemben más művészeti területekkel, ahol többnyire jobb agyféltekéje van mozgálva, vagy akcióba vonva, a zenében a ritmus az bal agyféltek, és mert időfogalma csak a bal agyféltekének van, a ritmus az időben tagolás, tehát a ritmus, és itt meg a hangzás. Úgyhogy mindkét agyféltekét tökéletesen fejleszti együtt. Együtt, mint férjfeleség, mint jóval levők. Tehát, hogy együtt a kettőt fejleszti. Ezért a zene óriási jelentőségű. Kodálynak teljesen igaza volt, hogy a zenei nevelést már az anyuka, már nem is tudom, úgy mondja valahogy, hogy még az anyuka, amikor a hasban volt, már akkor. Tehát, hogy nem is csak a... Hogyan? Előbb 9 volt pontosan, így. Csak ez nem jutott így eszembe, igen. Szóval a zene nagyon különleges. Na most ugye azt tudjátok, agyfutatók például, mint tudjátok, híres
magyar agykutatók is, ugye a Freund Tamás például, mindig nagy előadásokat tart arról, hogy fejleszteni a jobb agyfértekét. Ő már csak tudja, és abszolút igaza van. Mert hogy túlfejlesztettük a balt, tehát ilyen jó kis torzó lettünk, ekkora már a tudatos agyunk, és ilyen pindurka, szerencsétlen, kialakulatlan, nyers a jobb agyférteke. Nem ismerjük a képek nyelvét, nem tudjuk az analógiás szerkesztés törvényeit, nem tudjuk megfejteni az álmunkat, azért nem értjük, hogy hogy csinálja az álom. De most én mindjárt csinálok veletek együtt egy álmot, hogy bebizonyítsam, hogy csinálja az álmot. Jó? Hogy csinálja az álmot az agyunk? Van valami kellemetlen érzés, amiből kiindulhatnánk? Mondjatok már valamit, hogy mondjuk bevittem az álomba, mert elaludtam kínomba, de valami nagyon rossz érzést bevittem. Szégyen. Ugye? Szégyen. Szégyen. Például a szégyen. Úgy elaludtam, hogy bennem ez a nyomás, a szégyen érzete. És akkor a következő. Most fogsz dolgozni a jobb agyférteket. Ha a szégyen itt megjelenne is valami kép volna, ami a szégyent kifejezi. Minden jó, amit kitalálsz, nincs egységesség, nincs univerzális, amit te eszedbe jut, hogy mi fejezhetné ki, milyen színe lenne, milyen formája lenne, mi lenne. Mondjuk festőművész lennél, és le kéne festeni egy képet, ami arról szól, hogy a szégyen. De feketére festeni, milyen alakja lenne? Szürke, citromos. Mekkora nagy monumentális, így mutatsz ekkorát, de mekkora? Hogyha én ekkora vagyok, akkor széles. Tehát kétszer olyan nagy, mint te vagy, egy fekete valami csoda. Ami téged elnyom. Tehát minden érzékszervi csatornát vonjunk be. Megvolt a kép, ugye a szín, alapforma, és hát ez a megvan a kép maga. Akkor nézzük meg, ugye a vizuális, most nézzük az auditív csatornát, a hallást. A szégyennek a hangja volna. Milyen hang passzolna hozzá? Szerintem valami kapta, egy olyan hang kaptugás, egy állandóan. Egy állandó, mint a vízcsepegés. Mint a vízcsepegés, egy állandó irritáló kaptugás vagy csepegés például. Neked igen, mert mindenkinek más, de az úgy jó, ahogy kitalálta. Mert így tudja ő a saját ilyen irányú feszültségeit áttenni, mert az érzékszervi csatornákon átteszünk, úgy szerkesztünk, ahogy dolgozik a jobb agyférteke. Láthat szabolt a pintízért érez, ezt csinálja. A konkrét, az érzékletes, a szemléletes az, ami a jobb agyféltekéjé. Na megvan akkor a másik csatorna, mozgás. Na, a mozgás a szégyen, ez a nagy fekete behemót, valami csoda, hogy azon. Mutasd meg! Mikor a gyerekeket, jobb agyférteket tréning alá veszük, akkor azt kérjük, de mutasd meg, hogy akkor hogy lenne, mit csinálna ez a szégyen, hogy mozogna. Hát egyik ilyen. Így jönne, képzeljétek el egy nagy fekete behemót, és így jönne, és közben így olyan kellemetlen hasonlítás. A hasonlító gondolkodás ezt csinálja, ez a kreatív gondolkodás. Olyan, mint... Mi hasonlít, milyen szabad neked? Neked egyszer, másnap ilyen. Záptojás szabad. Árasztja a záptojás szabad, ez a valami. De még ha ízelen, nem ilyen lenne. Na nem kóstolgatjuk, mert valamit passzítsák hozzá, valami egy keserű, olyan keserű, mint hasonlít, milyen keserű. Mint a... Ebbe keserű. Tehát szádban összeépülik egy ebbe keserű íz. Igen. És megtapintott hozzá. És a nyújtása milyen. Hideg, meleg, érdes, milyen? Nyírkos. Nyírkos? Hideg, nyírkos, vagy csúszós? Csúszós, olyan csúszós hasonló, és valami ez. Olyan csúszós, mint? Meleg valami. Jó, kellemetlen, olyan kellemetlen, mint hasonlít csat valamihez. Mint egy mesztelencsik. Igen, a mesztelencsik. Mesztelencsik. Felébredünk reggel, és azt mondjuk, hogy egy jó ég, mit állunk. Egy nagy fekete, és ahogy közeledett, és ilyen mozgásra, és árasztotta a számtojásztagot, és közben, na most nem mondom, hogy ez az álom, ezt csinálja az álom. Vagyis mit csinál? Képi áttétel, megjelenítés, munkaszabály megfeleltetés. A megfeleltetés azt jelenti, hogy a adott érzelmi állapotnak felel meg, azt fejezi ki. Vagyis így csináljuk a szimbólumokat. A szimbólum sűrítmény, megfeleltetéseknek a sűrítménye.
Ennyit röviden erről. Ezért a szimbólumokban abszolút minden álom úgy fejthető meg. Hiába vannak úgynevezők, hogy analógiás szimbólum, egy kultúrára jellemző szimbólumok. De az alatt a mélyben minden álom egyedi jelentéstöltésű. Mert a megfejtése csak azon a nyomon kellett,